Nagyon szép, jó estét kívánok mindenkinek, aki megtisztelt bennünk ma itt a személyes jelenlétével, illetve akik majd online nézik ezt a beszélgetést. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mellettem Oltai Katát, művészettörténészt, kurátort, és Georgita Máté Dezső, színész, rendező, társulat, alapító, vezető, nem tudom, sok-sok minden is csináltak mind a ketten. Mielőtt elkezdünk beszélgetni, van egy fontos információm, hogy nagyjából 55 percünk van beszélgetni ma kivételesen, nem olyan hosszan, mint szoktunk, és aki még utána van kedve maradni, azt biztatom arra, hogy tegyen meg, mert a kamarateremben 7 órakor elkezdődik a Free SFS diákoknak az Emese Álma című előadása, ami egy titánium projektes nyertes előadás, úgyhogy ha valakinek van kedve, akkor ma a vendégünk erre az előadásra is megnézheti azt is a beszélgetés után. Úgyhogy őszinte szeretettel várunk és tisztelettel mindenkit. Ott amúgy a rendező lánya, a Dorottya. Nagyon sok mindenről gondoltam beszélgetni, de magamat is korlátozni kell az időmben. És amikor titeket meghívni szándékoztunk, akkor még nem gondoltam, hogy tegnap elhangzik a televízióban egy olyan mondat, amitől én hátraléptem kettőt. Mégpedig azt, hogy minden olyan színdarab támogatott lesz, ami beleillik majd az Isten haza család témakörébe. És Isten igazából messziről indulok, de amiről beszélgetni szeretnék, az pont az, hogy ti mind a ketten, vagy Kata te biztosan, te dolgoztál kötött intézményi keretek között, a Ludwig Múzeumnak voltál kurátora, és aztán egy nagyon-nagyon éles váltással kiléptél a függetlenek közé. Hogy egyrészt miről szólt ez a lépésed, másrészről, hogy látod azt ma, hogy az intézményes kultúra szervezésnek akár így ilyen szinten is, mint mondjuk egy helyi közművelődési intézményrendszer, vagy mint színházi keretek, vagy mint művészettörténeti, vagy képzőművészeti műhelyek, milyen lehetőségei és milyen korlátai vannak most? Hát igen, én nagyon hittem abban, még most is próbálok inkább jelenbe fogalmazni, hogy a közművelődés az is sok szálú dolog, amiben van állami feladat, van civil feladat, ez néha összetalálkozik, néha nem találkozik össze, de mondjuk az a múzeumi közeg, ami egy nagyobb ívű gondolkodást kíván, az mindig túlmutatott volt, nyilván befolyása annak, hogy milyen aktuális politikai vezetés van, hiszen azt mindig megkaptuk, hogy azért aki adja a pénzt, az valamennyire megszabja, hogy milyen zene szól, vagy nem tudom, milyen képzavarjaiek. Szóval ez azért lebegett mindig így a rendszerváltás utáni intézményi szférába, egy nagyon kiszolgáltatott közeg, ahol nagyon nehezen voltak pillanatok, ahol a mondjuk így filantrópia csírái megjelentek, ami nagyon hamar kiderült, hogy azért inkább valamilyen adózási vagy adókedvezményhez kapcsolódó támogatási formát váltanának inkább, szóval nagyon hamar elzáródtak ezek az elköteleződésívek, szóval egy államilag kiszolgáltatott terület, ugyanakkor sokkal fontosabb volt, és amikor én 11-ben felmondtam, akkor nagyon érezhető volt, hogy az a fajta ilyen kimondatlan paktum, hogy ez azért úgy élt, mindig kellett valamennyire szkanderozni a fenntartóval, ami az aktuális minisztérium volt, az államtitkára, vagy éppen amilyen kör megszabta azt, hogy hova tartozik mondjuk egy ilyen típusú közművelődési intézmény, de ott volt egyfajta, hát egy ilyen elfogadott tekintély, hogy bizonyos szakmáknak a képviselői, akik magas szintre jutnak, mint mondjuk az igazgatóm akkor, szóval ez jelent valamit, hogy van egy szakmai felsőbb szint, amit mondjuk egy fenntartói szint elfogad. És amikor nagyon hamar 2010-ről 11-re oda jutottunk, egész kicsi láthatatlan belső vágások voltak ezek, költségvetési, döntési, közbeszerzési előírások. Szóval olyanok, amik kívülről egyáltalán nem látszottak, de belülről nagyon erősen meg
szabták azt, hogy mi a mozgástere, és ez nagyon érezhető volt, ez a sodrás, hogy itt azért egyre inkább az a fajta politikai ideológiai lojalitás kell működjön, ami nagyon hamar aztán 12-től átcsapott abba, hogy először még pályázati keretekbe burkolva raktak be vezetőket intézményekbe, aztán már pályázati keretek se kellettek, mert nem is volt már olyan szakmai szereplő, aki adott esetben vagy pályázott volna azért, mert úgyis ez egy eldöntött helyzet volt. Szóval nagyon gyorsan ment végbe valami, akkor én most vagyok 44, szóval mondhatni, hogy nem a pályám kezdetén voltam, hanem valahol a közepén, de mégiscsak fiatal ember voltam. És ilyen szempontból volt egy szocializáció e felé, a terület felé, volt egy mondjuk így biztos mozgásom, meg egy biztos hitem abba, hogy az, hogy bizonyos szintek, bizonyos előírások vannak arra, hogy mondjuk egy végzettség, egy bizonyos eltöltött idő egy szakmában, egyáltalán egy pedigré, most ugye nagyon elitista szavakkal éljek, de hát végülis ezek az elit kultúra intézménye, és ez egy nagyon fontos establishment, vagy egy ilyen rendszer, amit valamilyen társadalmi konszenzus hozott létre, amit egy aktuális politikai akarat így vagy úgy finanszíroz, de ettől függetlenül a 2010-es évek legelejéig én azt láttam, hogy ez a fajta szakmaiság, ez nincs kivéve belőle. Nem jelent veszélyt, nem jelent olyan akadályt, hogy adott esetben olyan témák, vagy olyan szereplők kerülnek egy intézménybe, akár csak kiállítás formában, vagy nyilván ez deriválható színházakra is, meg aztán most már gyakorlatilag nincs olyan szelete a kultúrának, ahol ezt ne lehetne elmondani. Szóval, hogy nem kivonható ez a dolog, és ez változott egy óriásit. És itt nem is az Isten haza család a fő kérdés, hanem az, hogy valóban szakemberek csinálnak egy szakmát, és lassan már azért nagyon nehezen látni azt, hogyha nem a kultúráról beszélünk, máshol is ugyanez érvényesülne, és szerintem ez a legszomorúbb, nem is a hívószavak mentén, hanem az, hogy igazából nem olyan szakmai úton kerülnek emberek bizonyos pozícióba, és szerintem pont ez a 10 éves távlat mutatja nagyon, hogy igenis sokat lehet veszíteni azzal, ha nincs koncepció, ha nincs elképzelés, ha nincs egy nemzetközi beágyazottsága egy szakembernek, vagy egy vezetőnek, nem oda futnak ki a szálak. Mit jelent, hogy egy múzeum esetében azért nagyon fontos, mert ott egy közgyűjtemény is épül, nem csak kiállítások vannak, ami aztán egy ilyen tényleg kormányokon, politikai rendszereken átívelő valami konszenzus, ami fontos, amire közpénzt költünk, ami érték, amit valahogy forgat az állam és az intézményei. És én ezt látom teljesen eltűnni, és akkor ezek a mentalitások, ezek lecsorogtak nagyon alacsony szintekre is. Szóval, ha azt kérdezed, hogy látom most, akkor nagyon nehezen tudnám megfogalmazni, hogy miért éri meg tanulni valakinek, aki mondjuk például a közművelődésben, hogy most a saját szakmámnál maradjak, lát feladatot, hogy egyáltalán ezt egy fiatal ember, és egy egyetemen is tanítok, vagy néha vállalok kurzust, mert az is nagyon nehéz terep, hogy mit mond az ember fiatal embereknek, hogy én azért abba szocializálódtam, hogy minél többet tanulsz, annál többet érsz, és aztán ez átváltható valuta lesz. És most ezt nagyon nehezen tudnám állítani fiatal embereknek, de nem is nagyon akarnak itt maradni, szóval ez meg a másik része, hogy pont ez, amiket mondtam, hozza magával, hogy az azért, ami nemzetközileg egy standard lett, a kritikai gondolkodás minden területen így vagy úgy megvan, a kultúra területén, az nem kap helyet ezekben az intézményekben, legyen az egy nagy intézmény, vagy akár egy kicsi. Szóval azzal a szellemiséggel, ami egy most már tizenvalahány év után ebben a rendszerben most kijövő fiatalabb generáció, aki teljesen más alapfogalmakkal megy akár egyetemre, és aztán egy szakmába, nagyon nehezen tudja átváltani azt, hogy honnan kezdi el a kompromisszumokat megkötni. És mi a helyzet nálatok, Dezső? Tehát, hogy így, és igazából most akartam mondani egy szeretet, ami nyilván kivetíthető az előadó művészeti színház, művészeti világra, de ha adnál nekünk egy rövid
képet, hogy mi történt amúgy nagyjából független, nem kőszínházi közegben, mi az elmúlt években és hol tartunk most. Te ezt azt hiszem saját életedben is végig tapasztaltad, plusz megpróbáltatok kitörni is ebből a történetből, hogy és közben itt jönnek a Free SF és diákok, akik előadásra készülnek, hogy egyáltalán mi az, ami ment, és mi lehet, ami ebből azt a szabadságot, vagy alkotta a művészeti tevékenységet adhatja, hogy, ami azt mondja, hogy ezt érdemes csinálni. A rossz felével kezdem, amit gondolok erről először, és visszakötök oda, hogy Isten haza család, amiben engem talán nem is az bosszant a legjobban, hogy az van mondva, hogy ez támogatva lesz, mert miért ne legyen támogatva? Persze. Hanem inkább az, hogy az Isten haza családnak csak egyfajta képpen való értelmezése, amit mindnyáján el tudunk képzelni, hogy hogyan lehet értelmezni. Szóval, hogy mondjuk lehet, hogy az, ahogyan mondjuk én gondolkoznék arról, hogy Isten haza család, vagy bármi, az nem lenne támogatva, vagy hogy engem ebben tényleg az zavar leginkább, hogy ilyen bizonyos szavak és bizonyos jelképek és bizonyos dolgok teljesen ki vannak sajátítva. És csak egyfajta gondolkozás van megengedve ezekről. Vagy nem is megengedve, hanem támogatva, inkább így mondom. Magáról meg, hogy mi történik a független színházi világban, abból a szempontból nehéz helyzetben vagyok, mert nekem amióta kikerültem az egyetemről, én olyan ilyen burkokban vagyok, ahol mindig volt lehetőségem arra, hogy alkossak és csináljam azt, amit akarok. Miközben meg látom azt, hogy mennek tönkre társulatok, és folyamatosan egyre szűkebb az a hely, amiben lehet alkotni, és amikor itt a Kata beszélt, akkor jutott eszembe, hogy szerintem a legnagyobb rákfenéje ennek a rendszernek az az, hogy képtelenek a benne levő döntéshozók, és bárki a saját életükön túlmutatóan gondolkozni. Szóval amikor azt mondtad, hogy épül valami, aminek lesz jövője, hogy abban nem gondol, hogy tényleg ez a pillanat uralásának az ilyen görcsös vágya van, és nincsen egy belegondolás abba, hogy mi történik mindeközben a kultúrával, és mi történik mindeközben azzal, amiben mi vagyunk. És nincsen, csak azzal van foglalkozva, hogy itt most az aktuális helyzet az jó legyen, és valahogyan ezt túléljük, és nekem talán ez az, ami a legszomorúbb. És azért nem beszélek mindenféle támogatásokról, meg bármiről, mert mondom, én azon a szinten vagyok lent, ahol én még a jelen pillanatomban nem érzem azt. Nyilván azt érzékelem, hogy 5 éve is ugyanannyiért próbáltam be egy előadást, mint most. Szóval ezt érzékelem, de nekem... Szóval, hogy én nem vagyok ott, amikor pénzeket kell mozgatni, és látom, hogy kevesebb van, mert... Szóval, hogy nem tudom, az én személyes szintemre ez még nem jutott le. De hát nyilván bizonyos szempontból érzékelem. A nagy kérdés nálam mindig az ilyenkor, amiről beszéltek, amit elmondasz te is, Kata, meg te is, Dezső, hogy az oké, okay, hogy ti értitek, mi az, ami zajlik. Az nem lehet, hogy az probléma, hogy azok, akik ezt fogyasztják, vagy akik ezt nézik, vagy akik ezt kapják, vagy akik járnak múzeumba, könyvtárba, nem tudom én micsoda, hogy ők nem feltétlenül értik, hogy mi történik veletek, vagy a kultúrában. Hogy azért lehet ezt megcsinálni, mert nincs lefordítva, vagy nincs meg annak az asztala, a terepe, hogy ez lefordítódik arra, hogy ez miért baj, ami zajlik. De abszolút megvan ez a szintje is egyébként, bár én ebben így szigorúbb vagyok egy kicsit, szóval eléggé paternalista rendszerekben szocializálódtunk. Szóval az, hogy van egyéni felelősség abban, hogy az ember világból
mit szed össze, milyen formán rakja össze, mire mond igen, mire mond nemet, persze vannak iránytűk, de az, hogy ezt az ember hogy választja ki, milyen módon szelektál, egyáltalán az, hogy mire kérdez rá, vagy mit vesz definitívnek, és nem kérdez tovább. Ebben én azért a saját világnézetem vagy ideológiám szerint elég szigorú vagyok, és ebben ugyan nem ilyen az iskoláink, vagy szóval nem ilyen az iskolarendszerünk, még az egyetemen is ez nagyon érződik, de a munkahelyeken is. De azt gondolom, hogy közben azért egy nagyobb periszkópból nézve a világ azért e felé ment el. Szóval, és ez is szerintem egy másik nagyon szomorú része, hogy nagyon bezárultunk ide azt figyelni, hogy mi történik Magyarországon, és mik azok a hívószavak, és az Isten az csak a keresztény Isten lehet. Szóval nagyon bezárultunk valahová, minden mást ellenségesen figyelünk, és ez a kulturális terepekre is igaz nagyon sok szempontból, és ennek a tulajdonképpen egy ilyen szomorú farvize, hogy annak meg már örülünk, ha valami csak van. Egzisztál valahogy, felmutat, vannak kiállítások, vannak színdarabok, vannak filmek, vagy kijönnek könyvek, vagy valaki megoldja éppen óriási erőforrások és önkizsákmányolás sorozatai után, hogy valahogy működjön szakmailag, szóval, hogy valahogy ebbe is én úgy érzem, hogy beleragadtunk, hogy igazából van egy csomó minden, ha nem is olyan mélység, és nem úgy üt fel dolgokat, akkor is mondjuk egy-egy olyan szót vagy karaktert becsempéz, amitől forradalminak tűnik, de hogyha megint csak az ember jobban kinyitja azt, hogy honnan néz rá arra, hogy milyen kulturális diskurzus folyik Magyarországon, még az úgynevezett progresszív közegben is, és nem a méretét tekintve intézményeknek, vagy az elérését, akkor is nagyon-nagyon kevés, és ebben látom a legszomorúbb hatását, hogy sikerült ledarálni szempontokat, agyakat, felvetéseket, frissességet, figyelmet, ami pont a művészek és a művészeti területeken dolgozó embereknek a sajátja volt, hogy megvan ez a frissessége, az az experimentális jelleg is sok esetben, ahol nem nagy lezáró gondolatok vannak, hanem valaminek a feldobása, valaminek az átpattintása, amikor a másiknak kell gondolkodni. Szóval ez nagyon sok mindenre lefordítható a mi területünkön is, hogy épül fel egy kiállítás, hogy mennyire arra hív be, hogy te csak menj körbe és nézd, vagy mondjuk már van legalább egy 25 éve létező másfajta iskola, ahol a befogadónak, a társadalomnak, a nézőnek, a szemlélőnek, ugye ezek is nagyon beszédes szótárak, hogy nézőként nevezzük azt, aki kiállításra jön. Annak teljesen más szerepet szán, más, hogy vezeti, más feladatokat ad, egyetlen feladatokat ad. Szóval nagyon, nagyon más terepeken zajlik, és más, hogy a társadalmi bevonás, vagy diskurzusabb, hogy a kultúra mit is jelent, kik alakíthatják, mi az elit kulturális intézmények felelőssége ebben, hogy nyitnak ki, kifelé, lefelé. És szerintem ez egy olyan veszteség, most már azt mondhatom, ennyi 10 év távlatába, hogy szerintem már egy olyan ritmust vesztettünk, amit én nagyon nehezen látok, hogy tudunk visszahozni. Beleszámolva azt is, hogy nagyon sokan mentek el, és mennek el most is, szóval nagyon nehezen megfogható, nem, hogy mondjam, én problémalistára terelve a beszélgetést, de az, hogy egy reális képet kapjunk, hogy egyébként mondjuk, és pont azért nagyon fontos a kultúrát úgy látni, hogy egyébként mindig egy nemzetközi diskurzusban van bármi, ami itt történik, és az is a lényege egyébként, hogy nem ott áll meg, ahol éppen bemutatják, létrehozzák, stb. Egyszerűen nem így épül fel egy hálózatos rendszer, emberek különbözőképpen vesznek részt kiállításokba, darabokba, filmekbe, máshogy kapcsolódnak a dolgok, és azok mindig valahogy másfajta értelmezési rétegeket adnak hozzá, és ebbe szerintem nagyon sokat vesztettünk, azt nem tudom, hogy honnan lehet ezt majd visszahozni. Megvan ez a hiány vagy hiátus a színház színművészetben is? Igen. Picit... Láttam, hogy ráztad a fejed közben. Nem, mert bevallom őszintén, itt,
itt most egy picit elmentem, amiket a Kata megfogalmazott azokkal, és elfelejtettem az alapkérdést, úgyhogy megpróbálok ahhoz visszatérni. Igen, csak hogy mégiscsak úgy... Jaj, igen, megvan az alapkérdés. Hogy bennem ez amúgy átfordult egy kicsit az elmúlt. Szóval hogy azt hiszem, hogy én már egy kicsit beletörődtem ebbe a dologba, ami van. És inkább, inkább ebben a helyzeten belül próbálok meg szabadon alkotni, de úgy, hogy nekem vannak olyan munkáim, amiket azért csinálok, hogy mellette tudjunk a több társammal együtt olyan részvételi színházi előadásokat, vagy nem is előadásokat, hanem workshopokat fiataloknak csinálni, amiből meg igen, szóval, hogy mert én nagyon hosszan sokat panaszkodtam, és sokat gondolkoztam, meg sok fórumon kiálltam az ellen, hogy mennyire rossz, hogy ez a rendszer így épül föl, de én azt hiszem, hogy én már ebbe sajnos ez van, de hogy beletörődtem, és inkább ingyen csinálom azokat a dolgokat, amiket azt gondolom, hogy amik nekem jó lesnek csinálni. Igen, inkább így mondanám. És én, hát lehet, hogy én ebből a szempontból nem egy jó arc vagyok erre a beszélgetésre, de hogy már bennem már nincsen, bennem már nincsen ezzel kapcsolatban semmi ilyen harcos kedv vagy bármi, mert picit így belefáradtam be valami szintén ebben. Én úgy tűnök, mint akiben harcos kedv van. Egy picit jobban, vagy hogy igen. De én abszolút, én és hogy valahogy mindig azt érzem, hogy valójában mindig, hogyha az ember akarja, akkor meg tudja találni azokat az utakat, vagy legalábbis nekem az elmúlt 2 évben ez a tapasztalatom, hogy így, úgy, amúgy, plusz energiával és plusz energia befektetéssel, de meg lehet találni azokat, vagy nekünk mindig sikerül megtalálni azokat az utakat, ahol ezeket meg lehet csinálni. Nyilván, hát majd, hogyha az életem egy új fejezetbe lép, akkor a kérdés, hogy akkor is lesz energiám éneket csinálni, mert most egy kicsit ezek a projektek az én családom és a gyerekeim, és amikor már mondjuk majd tényleg lesznek gyerekeim, akkor ez egy nagy kérdés lesz, hogy akkor is vajon ez van-e. De azt hiszem, hogy akkor majd máshova kerülnek a hangsúlyok. Amúgy nem mentve téged, de az hangulat az teljesen általános ma a szakterületen belül, amit most itt elmondta, hogy tegnap este pont a Katával beszélgettem előtte, hogy a Gálvölgyi Dorkáik az 5-10-ben milyen csodálatos dolgokat csinálnak időnként, meg úgy általában is, és a Radnóti Miklós Színházzal, a Kovács Adélékkal voltunk ott, van nekik egy kiállításuk, hogy este 6-tól este 10-ig váltottuk meg a világot nem túl optimista hangulatban az Adéllal. Úgyhogy nem annyira áll messze a hangulatod másokétól, úgyhogy ne szégyeld magad szerintem, vagy nincs ebbe semmi szégyennivaló. Viszont amit pont az Adélék is csináltak ezzel, hogy 16 művész, 16 társadalmi ügyet egy felkiáltásszerűen bemutatnak, és tudom mind a kettőtökről, neked is volt van is egy csomó projekted, a Józsefvárosban is kitaláltál dolgokat, viszel dolgokat, hogy pont azt akartam kérdezni, amit most mondtál, hogy azért ti mégis megtaláljátok a cselekvésnek bizonyos terepeit, és a kultúra közvetítésnek bizonyos terepeit, hogy ez egyrészt egy kicsit mesélnétek néhány számotokra kedves jó példáról az elmúlt évekből, ami a szíveteknek kedves, és hogy az hogy sikerült, az tök jó lenne, hogy legalább egy kis mintát kapjunk róla, hogy azért nem halott az ügy. Másrészt, hogy nyilván én azt gondolom, hogy ezekből a sok kicsi pontszerű dologból egyszer majd csak lesz valami nagyobb, ami nem pontszerűen fog megmaradni. Kezdheted, Dezső, nyugodtan most. Mi hát most lesz másfél éve, hogy a Passandi vezetésével megcsináltuk a Dante Casino nevű színházi, nem vagyunk társulat, kollektíva, talán ezt mondanám, mert nyilván mindenki ezer másik helyen van, ahogyan mondtam, pont azért, hogy ezt tudjuk csinálni. És ennek valami olyasmi a célja, hogy többen egymástól függetlenül megfogalmaztuk azt, hogy ez a produkció központú színházi alkotásból egy kicsit elegünk van, és hogy a
Hát azt fogalmazzuk meg, hogy olyan produktumokat akarunk létrehozni, ahol nem a produktumon van a hangsúly, hanem inkább az oda vezető úton, és ezért kikötöttük azt, hogy mindig egy évnél hosszabbnak kell lenni az alkotói folyamatnak, és ebben mindig fiatalokat, fiatal civileket kell belevonnunk. És akkor ennek nyomán most már volt 2 írócsapatunk, az egyikekkel már csináltunk 2 előadást is. Ezeket amúgy, ez a reklám helye? Nyugodtan. Jó? Lehet, igen. Ezekből az egyik a Hangosan lépek és visszhangzik, az Oktogon az egy Z-generációs pandémia paradigma, mi így hívjuk, a COVID alatti személyes megélésekből készült egy történet, ezt a Jurányiban játsszuk, meg van egy Tyúk dráma nevű gyerekelőadásunk, azt is ugyanez a fiatal írócsapat írta, és akkor van egy még fiatalabb írócsapatunk, aki az ilyen következő generáció velük, meg az Utolsó nyarunk című tantermi előadást visszük. Pont ezen a héten volt a 8. előadásunk. És ahhoz képest, hogy januárban mutattuk be, ez ilyen független téren. Szomorú, de ez menőnek számít. Igen, és hát valójában ennek egy picit az a célja, vagy hogy azon kívül, hogy hogy inkább az alkotói folyamat legyen fontos, azon kívül meg egy valami fajta buborékból való kitekintés, vagy egy picit kitágítani azt, mert az is azért valahol, vagy személyes megélésemről beszélek, de nekem abból egy kicsit, akármennyire kedvelem ezt a közeget, amiben vagyok és alkotok, nekem abból egy kicsit így az elmúlt években egy picit elegem lett, hogy elmegyünk akár a Trafóba, akár a Jurányiba, és megnézzük a mély szegénységről érzékenyítő előadást, ott vagyunk sokan, és utána hazamegyek, és a Voltról sushit rendelek. És hogy ez egy picit olyan, tényleg azt éreztem, hogy nagyon egymásnak beszélünk ugyanarról, és nincsen valami fajta valódi hatás annak, amit csinálunk. És akkor ez, hogy civil fiatalokat vonunk be, ennek van egy ilyen romantikus elképzelésünk, hogy ezzel valami fajta hatást érünk el, hogy így mondjam. Itt egy kérdésem van, hogy mennyire nehéz bevonni őket, vagy mi a tapasztalat, hogy van-e nyitottság bennük ebben a történetben? Hát az író workshopra olyanok jelentkeznek, akik akarnak, és mind a kettőnél ilyen 50%-os lemorzsolódás volt így az egyéves író workshop alatt, ami azt jelenti, hogy 20 emberrel kezdtük, és mind a kettő, az egyik esetben 12-en maradtak, a másikban 10. Ha meg azt nézzük, hogy a színházi nevelési előadást, ahova visszük, ott meg nagyon jó tapasztalat az, hogy pont most nem is olyan régen voltunk egy iskolában, ahol azért nem tudom, az ember, amikor bemegy az osztályterembe, akkor érzi, hogy itt volt-e már színház, vagy még nem volt színház. És az egy nagyon jó érzés, hogy ahol azt érzi, hogy ez most azért egy olyan árral szemben úszásnak történik, hogy ők így rákapcsolódnak a dologra egyből. Szóval én azt gondolom, hogy itt, hogy ő befogadó alapvetően. Meg nyilván attól is függ, hogy mit csinál az ember. De ja, igen. Neked valami az elmúlt évekből bármelyik projekted, amit kiemelnél? Hát én inkább talán így elv szinten tudok kapcsolódni ahhoz, hogy nekem is volt egy ilyen nem is tudom, fordulópont, túl azon, hogy nagyon hiszek abban, és pláne abban, ami nemzetközileg végbe ment abban, hogy az elitkultúra, hogy az ember abból a pozícióból beszél hitelesen, amit képvisel, ugye ez egy ilyen alapvetés, tehát ez egy nagyon fontos szempont, ami ugye értelmezhető úgy, hogy nőkről ne beszéljenek nők nélkül, hogy romákról ne beszéljenek romák nélkül, szóval nagyon sok értelmezési területe van, és ez számomra is egy ilyen több éves ilyen dilemmát okozott, hogy oké, kiállításokat csinálok. Én 6 évig vezettem egy saját galériámat, ami egy non-profit projektgaléria volt, ami kimondottan egy feminista galéria volt, egy női szempontú, és kimondottan feminista projekteket hozott létre, vagy fogadott be, vagy közösen alakított ki. Aminek a működési modellje azon alapult, hogy nem, ez egy ilyen szigorú elhatározás volt 2000
18-ban dolgoztam utoljára állami finanszírozású intézménnyel, egy projekt alapon, addig éreztem még azt, hogy mindig megvan ez a szkander, de lehet szkanderozni, és nem cenzúráznak, nem kell kivonni semmit, be lehet vinni olyan tartalmakat, és ott fordult nekem, szóval ott voltak olyan tapasztalásaim, ahol ezt már tovább nem éreztem. Nagyon nehéz volt feladni, az, hogy az ember egy közművelődési szerep teljesen más, mint egy független, szóval én ilyen kényszerfüggetlen vagyok, nekem ez egy nem vágyott pozíció, hogy az ember nekifeszüljön, és mindig kitaláljon működési mechanizmust arra, hogy hogyan finanszíroz, és hol, és kivel mit csinál. Ez egy nagyon kemény vállalás, hogyha nem egyszeri, kétszeri, stb., hanem hogy ez egy ilyen több éves szinten tartó vállalás. Egy olyan modellre épült ez a galéria, hogy semmilyen állami pénzt nem pályáztunk. Ugye Magyarországon amúgy sem a képzőművészeti területen, vagy a vizuális kultúra ezen területén a függetlenek számára nincsen pályázati, vagy állami normatíva, vagy bármi hasonló, tehát azt nem tartja a művészeti ökológia részének, holott ez is egy baromi fontos része, hogy hogy épülnek fel egész kicsi, egész nagy intézmények, hogy hogy áramlik ott akár szereplők, akár gondolatok. Szóval nem mondok az állami pénzekre, vagy pályázatokra, MMA, NKA, hagyományos ösztöndíjak, ugye nagyon ügyesen burkolták be, hogy nincs, nem kell kirakni logót, nem kell semmit mondani, nem kell vállalni, itt magad lehetsz, de hát azért csak afelé ment a rendszer, hogy minél többen elfogadják, annál inkább veszti el azt az élét, hogy ábúvó miattuk alakult át a mi szakmánk, és miattuk vesztek el azok az értékek, amiket fontosnak tartok. És akkor ki kellett találni, hogy hogyan lehet működni. Én ebből egy ilyen több példa alapján összegyúrtam egy ilyen for-profit, non-profit lábat, ami azt jelentette, hogy egy olyan üzletet hoztam létre, ami eltart egy non-profit galériát, hogy ez a klasszikus angol szász non-profit működés, hogy minden bevételt visszaforgatunk működésre, és ez tulajdonképpen nagyon bevált, egy bizonyos szintig. És akkor itt jött az, hogy pont egy anyassággal kapcsolatos kiállítás megnyitójára készültünk, és akkor ott ültem a lépcsőn, ez a Rákóczi tér mellett volt ez a galéria, és egy ismerős lejött a házból, nevezzük Julinak, egy 60 pluszos nő, régóta ismertem a fiát, és ott láttam, hogy nem olyan, mint szokott lenni, és így kitörtek a könnyei, és mondom, mi van, mi történt, nem ilyen típusú személyiség, és akkor egyszer csak így elmondta, hogy hát most délután találta meg a fiát, hogy felkötötte magát a lakásba, és most két órája. Hogy ott volt egy anya, értik, hogy mi ott készülünk egy kiállításra az anyasságról, milyen fenomenális dolog bemutatni más aspektusait, és akkor közben ott vagyok egy anyával, aki az ismerősöm, aki leszette a halott gyerekét, és akkor mit kezdek ezzel az egésszel, hogy mire jó egy kiállítás. Az ember nyilván bizonyos életkorokban, vagy szerintem szerencsésen rákérdez arra, hogy mit csinál, hogy jó-e, amit csinál, úgy kell-e csinálnia. És akkor én elég sokat kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy mi lehet a feladata, hogy lehet ezt a fajta klasszikus, mondjuk ilyen intézményi működést, nevezzük így, társadalmi vállalással összegyúrni. És egy másik projekt alakult ebből, ami egy kicsit kijebb van a Józsefvárosban, egy szimbolikus tér körül, ami mindig egy ilyen nagy piactér volt, és egy ilyen vége volt a városnak, egy szegény piac, de közben ott volt a második legnagyobb zsidó negyed, rengeteg cigány volt, szerb, szlovák, szóval egy ilyen tipikusan egyébként magyar közeg, ami nem keresztény és fehér, hanem sokszor az emberek nem is ugyanazon a nyelven beszéltek, de működött, meg volt. És ez egy iszonyatosan izgalmas modellé vált, hogy hogyan lehet bizonyos társadalmi jelenségekről, akár a zsidó-magyar asszimilációról, akár a roma-magyar asszimilációról egyáltalán
nőről, férfiról, hagyományos definíciókról egy ilyen helyen, egy ilyen történelmi múltat néha megidézve, de a jelenről is beszélve, hogyan lehet felépíteni egy projektet. Egyébként nagyon szép lenne, ha ez valóban működne, de itt jön a másik kiábrándulásom, hogy igazából az elmúlt 5 év nekem azt bizonyította, hogy szóval, hogy azért ez kiterjedtebb, mint hogy van egy párt vagy egy ideológia, amelyik leuralt mindent, hanem egy olyan rendszer alakult ki, olyan résztvevőkkel és olyan paktumokkal, mert hogy egy ilyen projektet nem lehet egy közigazgatási szisztéma nélkül, vagy azt nem figyelembe véve, ami ugye a helyi önkormányzat, nevezzük nevén, tehát hogy ezt nem is lehet kihagyni az európai pályázatok, akár az Európai Bizottság, vagy más kulturális pályázatok abszolút erre épülnek. Egyébként szerintem nagyon helyesen, hogy vállal felelősséget egy adott város, egy kerület, egy falu, egy nagyobb régió a saját kulturális örökségért, mit tesz meg a társadalmi fenntarthatóságért. Nagyon más szinteken értelmeződik a kooperáció a civil és a közigazgatási szereplők között. Ez kivehetetlen ezekből a rendszerekből. És sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy ilyen típusú elkötelezett, még konzekvens munkára, úgyhogy semmit nem kér az ember, csak valamit betolna, ami egyébként a hasznára válik, vagy akár még több 10 000 eurót is le lehetne szedni. Tehát, hogy egyszerűen olyan kognitív diszonancia, hogy amúgy egy baloldali vezetésű kerületbe se tudom úgy vinni ezt a projektet, ahogy egyébként szerintem kellene, vagy lehetne. Egész döbbenetes praktikus szintjei vannak ennek, ami óriási kiábrándulás egyébként. Szóval egy kicsit így pozitívan, meg negatívan is meg tudom válaszolni, hogy egyébként lehetne fantasztikus dolgokat megcsinálni, és nagyon jó pályázati rendszerek vannak nemzetközi pénzekre, egyébként minden területen, amit sokan forgatnak, de ez már nem igazán működik úgy, hogy van egy ilyen láb, ami beköti mondjuk a mi esetünkben egy városi szövetbe, hogy ez értelmeződjön, hogy legyen olyan haszna, amit egy város vagy városrész lefordít és saját vállalást tesz, és ezek intézményi szinten is nyilván ugyanígy megtörténhetnek, és ez például azt gondolom, hogy nekem, ha azt mondod, hogy milyen projektek, vagy hogyan, ez például nekem egy nagyon fontos projekt volt, amit most úgy tűnik, hogy el kell engednem, mert egyszerűen szóval, hogy olyan falakba ütközök, és bürokratikus, már nem is válaszolásokba, ez a legrosszabb, amikor így ez is átcsorgott a rendszeren, hogy végül is, ha nem válaszol senki, úgy sincs következménye, tehát nincs hova fordulni egy ponton túl, és úgy azt látod, hogy igazából egy ügy se igazán fontos, amit megcsinálna más, tehát nem is kell beletenni semmit. Egyébként csak maximum learatni például a politikai hasznát, tehát akár ez is lehetne egy cél felőlem. De hogy én ezt így nehezen látom, hogy például ilyen nagyon melós, sok éves megtérülésű társadalmi rétegeket érintő kulturális projektekre nagyon nehéz konzekvens munkára behívni olyan szereplőket, akiknél viszont privilégiumok vannak. Mert ez kívülről nem tud jönni. És itt nem a pénzről beszélek, hanem olyan döntési pozíciókról, amiben nagyon sokat mulasztott az elmúlt 5 év. Erős, amit mondasz. Hát vállalom. Nem. Konkrétumokra is lefordítottam, de... Nem feltétlenül szükséges, szerintem érti mindenki. Egy dolog akadt meg a gondolatomban most, hogy a Dezső is azt mondta, hogy bemegyünk iskolába, és egy következő nemzedékkel mutatunk meg színházat, hogy az mire jó kulturális tartalmat. És te is tudom, hogy jársz egyetemre, mondtad is, hogy jársz oktatni a következő generációt, néha bevállalsz egy-egy dolgot, hogy ráadásul te területed olyan, aminél meg is szüntették ugye a kötelező művészettörténetet. Én már csak a médiatanszéken vállalok, mert alapítványi formára váltott egyetemeken se vállalok semmit, szóval marad a
az ELTE, ahol mondjuk egy oktató, aki nem státuszban van, az mondjuk egy 3 hónapos munkára 101 000 forintot kapsz. Vagy ilyenek a lehetőségeink amúgy, hogyha ha az ember egy kritikusan gondolkodó, vagy akár szóval, hogy nem feltétlenül a rendszerbe idomuló dolog. Szóval ezekből a kis puzzle-ökből azért nagyon nehéz összerakni azt, hogy akkor egy ilyen valóban önfenntartó, a családját fenntartó, friss levegőt szívó, frissen gondolkodó valaki legyen, bárki. Szóval én már egy darabig én is csomószor tök keserű voltam, vagy akár vádló, ezt is vállalom. De mostanra itt tökre megértettem, hogy szóval egyszerűen fenntarthatatlan az a fajta akár elfűség, akár frissesség ilyen típusú díjazások vagy lehetőségek mellett. De, abszolút, de amit kérdezni szerettem volna ezen túl, hogy azt mennyire látjátok lehetséges útnak vagy iránynak, hogy minél inkább azt a szerepet vállalni, talán a ti, vagy a mi, vagy a nálunk idősebb korosztálynak is, hogy minél többet foglalkozni, akár önkéntesen is nem tudom hogyan, a következő generációval, a nevelés részével. Mert szerintem nem választadva a szátokba, de én mélyen hiszem azt, hogy az talán a legnagyobb feladatunk ilyen közművelési intézményekben is, hogy nagyon szép a kimenő generáció, meg már a felnőtt generációval való foglalkozás, de egyen nagyobb felelősség a következő utánunk jövő generációval való törődés. Én nagyon sokat tudok beszélni, szóval nyugodtan. Fontos. Nem, mármint, hogy én most egyelőre, de nem vagyok még annyi ideje benne, és nem töltöttem el benne annyi időt, ez a kettő mondat ugyanazt jelentette. Szóval, hogy valódi konzekvenciákat tudjak levonni, de egyelőre azt érzem, hogy ennek van haszna. De lehet, hogy ez abból jön, hogy egy alapvetően pedagógus családból jövök, és ezt a mintát láttam. Nem tudom pontosan, de én jól érzem benne magamat, és azt érzem, hogy akik benne vannak, azok is jól érzik magukat, hogy ennek milyen hosszú távú hatása lesz, vagy lehet, azt egyelőre még nem, sajnos erre még nem tudok válaszolni, de minden esetre jó és frissességet ad fiatalokkal foglalkozni, és olyanokkal, akik nem feltétlenül azt gondolják mindenről, amit én gondolok. Ez mindenféleképpen nagyon jó. Nekem kicsit más a megközelítésem, mert szerintem az én projektjeimben próbálok úgy akár tereket, vagy témákat szervezni, vagy egyszerűen úgy bevonni, ahol pont nem ez a fajta generációs elkülönülés érvényesül, hanem pont ez a transzgenerációs tapasztalat, ami szerintem, amire ebben a társadalomban, amiben élünk, nagyon kevés lehetőség van. Nincsenek olyan helyeink, ahol idegen 70 éves és 14 éves egymás mellé kerül, ahol beszélget, akár teljesen informálisan, vagy vezetetten, teljesen mindegy. De hogy vannak társadalmak, én mondjuk éltem Stockholmban, ami kimondottan egy olyan társadalom, ami nem szegregál életkor szerint, tehát akár szórakozó helyeken, és ennek nyilván van nagyon fontos, hosszú kulturális hagyománya, de azért lehetnének olyan társadalmi gyakorlatok, és ebben pont a kulturális gyakorlatok nagyon fontosak, ahol nem mindig a friss és fiatalra van kiegyezve, hanem például úgy próbálnánk meg gondolkozni társadalomról, szituációkról, akár oktatásról, ahol pont ez a fajta szerintem egyébként akár emberileg is nagyon termékeny kapcsolódás, hogy nem kifelé mész valamiből, meg elértéktelenedsz, ha nem tudod a technikát úgy használni, vagy nem vagy elég gyors a járműveken, vagy hasonló, szembe azzal az ilyen felmagasztosított fiatal korral, akitől mindig a változást várjuk, és aki nagyon gyors, és a legújabb, és stb. Szóval ennek is megvannak így a kulturális hagyományai, hogy miért alakult így, és miért van ilyen fiatalságkultusz, de
De szerintem sokkal jobbat tenne a társadalmunknak, ha olyan típusú gyakorlatokat erősítenénk, ahol a nagyon különböző életkorú és nagyon különböző státuszú emberek kerülnek össze. Hogy egyáltalán erre legyen nyitottság, hogy ne úgy legyen megfogalmazva. És ugye nagyon sok üzenete lehet a vizuális dizájntól kezdve egy helykialakításon át. Szóval baromi érdekes, ennek is olyan kiterjedt irodalma gyakorlata van, hogy hogyan lehet létrehozni tereket úgy, hogy azt magáénak érezze valaki, aki 8 elemit végzett, és az is, akinek 3 diplomája van. Szóval én egy kicsit az egyetemi kurzusokon ezt kevésbé szeretem, hogy nagyon érződik még mindig az a fajta frontalitás, még szemináriumokon is, hogy van a beszélő, vagy aki mindig erősíti a diskurzust, és van egy feladat, amit meg kell oldani. És például szerintem ez okozza azt, hogy nagyon kevesen, akik kijönnek egyetemekről, most nem általánosságban mondom, de nagy százalékban igaz, nagyon sok olyan fiatal keres meg, aki egyszer csak ott van aztán az életben, és nincs tovább ez a fajta rendszer, hogy valaki mindig megmondja, hogy mit, merre, az meddig tart, ez 12 hét, az 6 hét, mit kell csinálnod, és nagyjából mit olvas el hozzá, vagy stb. És ez a fajta loop, amiben nálunk szocializálnak fiatalokat, én azt látom, hogy iszonyatosan elrémiszti őket, amikor ez eltűnik, és nagyon sok fiatal, főleg lány vagy nő keres meg, hogy csak úgy valahogy szeretne kapcsolódni, hogy tök mindegy, mit csináljon, csak valamit velem csináljon, mert én mondjuk látható vagyok egy bizonyos szempontból, és ez például egy elég rémisztő dolog, hogy ott van egy csomó fiatal tehetséges ember, adott esetben egyetemi diplomával, és egyszerűen nem látja, hogy mi merre, hogyan, mit tehet, mik a lehetőségei, vagy lenne, hinne, összekapcsolódna, szóval nagyon egy másfajta tehetség, aki ezt már akár az egyetemen belül elkezdi szervezni magának, de hogy van egy nagy, vaskos, fiatal réteg, aki iszonyatosan kétségbe esett lesz. Én ezt nagyon régóta látom. És például ez szerintem egy ilyen láthatatlan tünet, amiből legtöbbször az lesz, hogy csapódnak, vagy elmennek itthonról, mert egyszerűen nem, megint ugyanazt tudom mondani, hogy nem találkoznak azok a fogalmak, amiket emberileg mondjuk így normaként tartanak, és utána azt valahogy egy munkahelyen le kéne fordítaniuk valamire, ami sokkal csököttebb lesz. Szóval én ezt nem tudom, hogy valóban ez a akár társadalmi változás, akár a kulturális változás előmozdítója. Nekem most, amit mondtál, arról eszembe jutott egy kérdés, amit most nektek is fölteszek. Hát, hogyha azzal, hogy nektek fölteszem, közelebb kerülök a válaszhoz, nem vagyok, csak amit mondtál erről a frontalitásról, valójában nekem a legnagyobb bajom a színházzal, itthon, azt hiszem, ezt így kimondhatom, és legyen szó kőszínházról, vagy független színházról, vagy bármiről, hogy nagyon kevés olyan előadást látok, ami képes kezdeni valamit azzal, hogy ez egy élő dolog. Hogy még a mai napig, vagy hogy a legtöbb esetben azt érzem, hogy ott tartunk, hogy történeteket mesélünk el. És ez a frontalitás van, hogy tessék, mi itt vagyunk, elmesélünk egy történetet nektek. És azt érzem egyre jobban, hogy a Netflix-el, az HBO-val, a rengeteg történettel, ami ránk ömlik mindenhol, olyan, mintha a színház azzal, hogy van egy fegyvere, hogy ez egy élő valami, és valami tényleg tudna lenni, és nem tudom, hogy ez micsoda. Ezért ez egy kérdés, hogy mit lehet kezdeni azzal, hogy ez megmaradjon, és merre lehet elmozdulni, és mik azok az eszközök, amikkel ezt az erős közönség, alkotócsapat, az ott levő embereknek, hogy ezt hogyan lehet valahogyan ezt újra gondolni, vagy ezzel kezdeni valamit, mert azt érzem, hogy az, amit csinálunk, az egyre inkább a londoni globra kezd hasonlítani, ahol a mai napig az akkori kornak a ruháiba belebújva Shakespeare izéket csinálunk. És lehet, hogy itt ez, lehet, hogy a katonában nem ez történik, mert nem úgy csinálnak, de egy kicsit mégis úgy csinálnak.
vagy akár a trafóban, vagy bármit mondhatnék, de hogy nekem ez a legnagyobb bajom, és ez a legnagyobb kérdésem. Úgyhogy, ha valaki tudja a választ, mondja meg. Én aztán nem fogok tudni válaszolni a kérdésedre, de szerintem nagyon jó a kérdés feltevés, mert én is azokat a színházi projekteket kezdtem el most megkedvelni magánemberként, ahol bevonódok a történetbe, ahol részesévé válok a sztorinak, tehát hogy így alakítom is adott esetben, nem csak. De hogy egyébként én nem feltétlenül arról beszélek, hogy ott magában a színházi. Például voltam Szerbiában egy előadáson, ezt azért mondom el, mert fantasztikus élmény volt. Ez egy független színházi előadás volt, megnéztem az előadást, megtudtam annak a városnak a történetéről, az ott élő emberekről, társadalmi kérdésekről, miközben a mellettem ülő nénik tapsoltak a zeneszámokra, amik voltak, és azt éreztem, hogy tényleg történik valami itt most, ami... Na mindegy. Jó, bocsánat, elvittem nagyon messzire a dolgot. Csak hogy ez, na mindegy. Nem, szerintem egyáltalán nem vitted el, és ez tök fontos egyébként, mert ugyanoda kapcsolódik vissza egy kicsit, amiről az elején kezdtünk, hogy pont ezt kéne kimozdítani, hogy nem várunk valamire, ahol egy ilyen csendben lévő, ilyen befogadó, valamilyen kényelmes, vagy szórakoztató, vagy elfogadó gesztussal úgy nyugtázzuk, hanem pont ez az aktív szerep, amikor utána mész, amikor részt viszel, amikor mersz kérdezni, hogy ezek pont erről szólna a kultúra egyébként, hogy ezeket segíti az emberekben, meg a társadalmi szinten is előmozdítja, és erre tényleg elképesztő jó példák vannak, meg lehetnének is, meg szerintem sokkal jobban fel kéne például szabadítani a városi tereinket, tehát úgy, mint város, mint köztér, hogy gondolkozhatunk ott, mit csinálhat ott bárki, aki egyébként állampolgár, és a köztér lényeg az, hogy ez egy közös tér, és közben ilyen überkontrollban vagyunk ott is. Szóval ezek olyan szinten épülnek be abba, hogy egyébként hogy gondolkozunk arról, hogy mikor gondolkozhatunk, vagy nyilvánulhatunk meg, hogy egy sor szereplőnek a másként gondolása kellene ahhoz, hogy ezek nagyon sok szinten elmozduljanak, és mindenféle generációban, szóval ez baromi fontos lenne szerintem, hogy ne csak a fiataloknál, vagy ne arra irányuljon, hanem egészen időskorig kitoljuk azt, hogy amúgy ez egy aktív társadalom lehet, aki felelős. Tehát, hogy ez a csodás szerintem abban, hogyha valakinek van véleménye, van felelőssége is, és ezt akkor megtanulnánk, és ez lecsorogna egy csomó szintre. Szerintem, és akkor ezzel zárva a beszélgetés, és nem elvéve a gondolataidat, mert szerintem ennél jobb zárszó nem kell, mert lejár az időnk, mármint, hogy nem az élet, hanem a beszélgetés folyamán, hogy nem is az az ijesztő, ami elhangzott, és ebben tökéletesen egyetértek Dezsővel, hogy nem a tartalmi része, ami elhangzott, hogy az Isten haza család, és ezt mondhatnám másképp is mondjuk a rendszerváltozás előtti időszakból, amikor a 3T szakpolitikai működése működött, ez a tiltott, tűrt és támogatott időszak, ugye az Acél Györgyféle korszak, ma már csak a tiltott és támogat, vagy a támogatott lesz helyette, hanem igen, szerintem ennél jobb zárszó nincsen, mint amit te mondtál, hogy az a riasztó abban, ami zajlik, hogy ezt az aktivitást próbálja meg nagyon-nagyon korlátozni és bezárni, és azt korlátozni, hogy ne akarjál aktív lenni, hanem fogadd el azt, amit adunk neked, és ami van. És szerintem, ha az az árszavunk, hogy vannak olyan emberek, mint ti, aki ebben egyrészt cselekedtek, meg mutattok utat is, meg töröttök másokkal, akkor szerintem az tök jó. És ha ez így van, és ezt a kultúrának ezt a szerepet viszik még mások rajtatok, rajtunk kívül, akkor talán nincs elveszve semmi. Úgyhogy ha ezzel lehet zárni, akkor én ezzel legyen. Köszönöm nektek a beszélgetést. Folytatjuk majd a 25-én. Április 25-én, amúgy épp az említett acélkorszak egyik szereplőjével, aki a politikai hibrid rajzát írtam meg. Az egy más típusú beszélgetés lesz, de érdekes.
Lendvai Ildikóval, úgyhogy ez egy más típusú hangulatban. De most köszönöm az előadást, meg akinek kedve van, az nézze meg, mert az alkotók már itt ülnek tűkön.